Nagyon szépen köszönöm. Először is köszönöm a keves meghívást erre a fény éve rendezvény sorozat keretében tartott hát mai eseményre. A Kellermer Miklós vagyok, és a Semmelweis Egyetem Biofizika Intézetében dolgozom. Ugye a biofizika az egy határterületi tudomány, a biológia és a fizika között, és egy biofizikus az nagyon bátran és nagyon ambiciózusan szokott nyilatkozni, hiszen ő fizikus közegben a legjobb biológusnak minősül, és biológusok között pedig a legjobb fizikusnak. Ehhez képest én egyik se vagyok, én orvos vagyok, és úgyhogy teljesen kakukktojásként állok itt most ebben a közegben. De ugye orvosként nagyon nehéz hitelesen terjeszteni azt az igét, hogy miért is fontos a fizika. Én azonban azok közé tartozom, akik azzal meggyőződéssel rendelkeznek, hogy a fizika elsősorban azért fontos az orvostudományban, mert segít megérteni az igazi mechanizmusokat, az élő szervezet, az élő rendszerek működése hátterében. És ez a misszió, ez a küldetésem, hogy én magam is ezen dolgozzam. Az előadásomban ugye modern fénymikroszkópiákról lesz szó. Azzal szeretném kezdeni, hogy hadd kérdezzem meg, hogy ki nézett már fénymikroszkópba? Vagy inkább befejezem, hogy ki nem nézett még fénymikroszkópba? Ilyen sokan vannak, akik még nem néztek mikroszkópba? Ez érdekes. Tehát középiskolás, azt tudtam mindig, hogy a középiskolás hát színvonal az nagyon, tanításunk színvonal az erősen csökkent az elmúlt 10-20 évben, de hogy ennyire, azt nem is sejtettem volna. Hogyha belenézünk egy fénymikroszkópba, akkor most megmutatom, hogy nagyjából mit lehet, mondjuk egy pocsolya vizéből kicseppentett, a tárgylemezre cseppentett mintában, nagyjából valami ilyesmit láthatnánk. Ez egy aránylag alacsony nagyítású felvétel, azt látjuk, hogy nyüzsögnek, valami nyüzsgést látunk, itt egysejtű mikroorganizmusok mozognak, itt egy amőbát látunk, ilyen állábakat, nyújtagat, vannak itt valamilyen kisebb sejtek, ezek a papucsállatkák, és még a parányi méretű sejteket is látunk, ezek mind-mind mozognak. Egy nagyobb nagyítású felvételen látunk egy ilyen papucsállatkát, az alakja papucs, ezért nevezzük őt papucsállatkának, még azt is láthatjuk, hogy körülötte hát áramlást vélünk felfedezni, és benne is látunk bizonyos úgynevezett organellumokat, kis szervecskéket látunk ide-oda mozogni. Ezek mikroszkópikus felvételek, fénymikroszkópos felvételek, tehát látható fénnyel világítottuk meg a mintát, és látjuk azt a mozgást is, és a finom részleteket is, amelyek azokat az alkotó elemeket, amelyekből ezek a parányi világ áll. Tehát én előző kislátó professzorhoz képest én most nem a nagy univerzum méreteinek a világát szeretném itt föltárni, hanem éppen ellenkező, ugye a mérettartományon éppen ellenkező irányba lépegetünk, a parányok világába fogunk bepillantást tenni. A nagy kérdés az az, és ami ugye minket, kíváncsi embereket foglalkozhat az, hogy hát vannak-e, mik azok az a parányi alkotó elemek, amelyek fölépítik az élő sejtet, és hát mindig ugye, hát azt szeretném megismerni, hogy hát miből áll, egyre finomabb részleteket szeretnénk felfedezni a természetből. Azt a célt szolgálja a fénymikroszkópia. Természetesen ma már léteznek nagyon nagy felbontást és nagyon nagy nagyítást létrehozó mikroszkópiák is, nyilván elektronmikroszkópiára sokat hallottak, vagy atomerőmikroszkópiáról is, amelyek akár atomokat is képesek láthatóvá tenni. Azonban az, hogy fénymikroszkóppal vizsgálunk objektumokat, annak az az előnye, hogy hát különösen az élő világ vizsgálatában, hogy élő környezetben tudjuk ezeket vizsgálni. Egy elektromikroszkópban ugye vákumba kell helyeznünk a mintát, azt nyilván nem szeretik az élő sejtek. Tehát egy folyamatosan fenntartott vágyunk van arra, hogy a fénymikroszkóp környezetében tudjuk vizsgálni az élő anyagot. A fénymikroszkópja felvődéséből csak egy néhány mozzanatot szeretnék felidézni. Úgy gondoljuk, hogy Zacharias Jensen volt az, aki az első összetett mikroszkóp alkotta meg, viszont egy kvázi művészemben, mondjuk egy kereskedő volt az, Anton van Leeuwenhoek, egy holland kereskedő volt az, aki művészi szintre vitte a lencse csiszolás mesterségét, és egyszerű mikroszkópja segítségével úgy gondoljuk ma, úgy tudjuk értelmezni, hogy akár baktériumokat is láthatóvá tett. Ez az ő mikroszkópja,
ez a mintatartó része, arra oda volt fölcsiptetve tulajdonképpen a minta, és egyetlen lencsével, nagyon finoman csiszolt, nagyon jól csiszolt lencse segítségével látott természetesen nagyon izgalmas részleteket. Nem vitatható persze az sem, hogy amikor lerajzolta ezeket, hiszen nem volt kamerája, vagy nem volt filmje, amivel fölvette volna ezeket, hát egy némi képzelőerőt is belevitt természetesen a rajzokba is, amit ahhoz tudok hasonlítani, mint amikor a Mars lakók a Mars felületén, vagy a kicsit zöld emberkéket, ahogy hallottuk, hogy elképzelte a tudós, és oda rajzolta szinte. Aztán ugye Robert Hooke volt az, aki már az élővilág biológia szempontjából fontos első megfigyeléseket tette az ő saját fénymikroszkópjával. Ő volt az, aki elnevezte a sejtet sejtnek, ezt idegen szóval latinul cellának, cellulának nevezzük. Ez a parafában, egy kis, mint egy a, hát a kolostornak a celláira emlékeztető hát kis kompartmenteket figyelt meg, és ezeket nevezte elő a cellának, és máról ezt ad gondoljuk, ezek a sejtek, és mind a mai napig ezeket tartjuk a földi hát élővilág legkisebb működési és szerkezeti egységének. Hát néhány gondolat csak arról, hogy hogyan is működik a mikroszkóp. Ahhoz, hogy megértsük a mikroszkóp működését, és meg tudjuk tippelni azt, hogy hát melyik az a legkisebb részlet, amelyet a fénymikroszkóp segítségével egyáltalán felfedezni tudunk, ahhoz kicsit el kell időznünk azon, hogy hát hogyan is, hát mi is történik akkor, amikor a fény kölcsönhat, találkozik az anyaggal. Itt három kölcsönhatásról fogok beszélni. Az egyik, amelyet le tudunk írni egyszerű geometria eszközeivel, ez a geometria optika eszközeivel, ez az, amikor egy fénytőközegen, egy lencsén keresztül had egy fénysugár, egy fénynyaláb, ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy a tárgynak egy képét valahol más, a térnek egy más helyén rekonstruáljuk, egy képet rekonstruálunk róla, és attól függően, hogy ez a fénytörő közeg, annak milyen a saját anyagi tulajdonsága, mennyire töri a fényt, illetve milyen a saját felületi geometriája, attól függ, és attól is természetesen, hogy ez a tárgy milyen távolsága van ettől a fénytörő objektumtól, attól függően nagyítást tudunk elérni, kicsinyítést, más lesz az orientáció ennek a tárgynak. Egy összetett mikroszkópban az történik, hogy a tárgyat elhelyezzük egy nagyon jól csiszolt lencse elé, ezt objektív lencsének nevezzük, az létrehoz egy képet, egy valós képet, ami ki lehet vetíteni. Emögé teszünk egy úgynevezett okulárt, ami a szemünk közelében van. Ennek segítségével azonban úgynevezett virtuális kép képződik, és a szemünkkel ezt a virtuális képet nézzük. Ugye a virtuális kép az nem kivetíthető, csak azért látjuk ezt, mert mi belehelyezünk egy plusz optikát, a szemünknek az optikáját belehelyezünk ebbe a fénynek az útjába, és tulajdonképpen a szemlencse képezi le a mi retinánkon a végső valós képet. Ma már a modern mikroszkópiákban, de még már nem is annyira modern mikroszkópiák, már évtizedek óta, 2-3 évtizede, ugye vetítőernyőket és ezen belül is különösen CCD technikát, CCD lemezeket használunk arra, hogy a szemünket helyettesítsük, és ilyenkor valójában az elsődleges képet, az a közbújsú kép síkjába helyezzük el ezeket a CCD detektorokat, és ennek segítségével rögzítjük a képet. Tehát ez lett volna ugye a fénytörésnek a jelentősége a mikroszkópos kép alkotásában. Azonban, amikor a fény áthalad egy testen, akkor fényelhajlás is létrejön. A fényelhajlás egy periodikus objektum, ami azt jelenti, hogy ugye benne ugye periodikusan ismétlődnek a bizonyos hasonló tulajdonságú képletek, fényelhajlás jön létre. Én elhoztam egy ilyen periodikus rácsot, ez egy optikai rács, meg tudom ide kivetíteni ennek a képét, a fény elhajlási interferencia képét, azt látjuk, hogy ugye amikor ezt a lézer, ezt a koherens fénysugarat belehelyezem ennek a fény útjába belehelyezem ezt a rácsot, akkor rajta fény elhajlás történik, az eredeti irányát megtartó fénynyalábot középen megvan egy fényes pont, ez egy elhajlást nem szenvedett, ugye úgynevezett nulladrendű maximumnak nevezzük ezt, ugyanakkor emellett megjelennek elhajlási ugye, maximumok is, azért nevezzük maximumnak, mert ott egy fényes, ugye nagyon nagy intenzitású fénypontot látunk, ott fényerősítés van, egy interferencia ennek az alapja. Itt látunk egy ilyen kétdimenziós rácsot, ez a nulladrendű maximum, ezek pedig az elsődrendű, másodrendű és sokadrendű maximumok.
Tehát fény elhajlás is létrejön, és ez is befolyásolja azt, hogy hát hogyan lehet leképezni, milyen információt tudunk egyáltalán a megvilágított tárgyról gyűjteni. Hiszen ezek az elhajlott nyalábok, ezek ugye valamilyen módon kölcsönhatásba kerültek az anyaggal, információt visznek róla, valamilyen szerkezeti információt. Mi történik a mikroszkópban? A mikroszkópban tulajdonképpen az történik, hogy a maga mintánk az egy optikai rácsként tudjuk felfogni, amelyen úgy látjuk ezt ez a nulladrendű maximum, ez is hordoz bizonyos információt természetesen a tárgyról, ez az ő fény elnyelő képességéről hordoz információt. A szerkezeti információt ezek az elhajlási interferencia maximumok hordozzák. Azonban rögtön egy problémával szembesülünk, hiszen látjuk azt, hogy nem vagyunk képesek a mi optikánkkal összegyűjteni az összes, ugye nagyon nagy szögben elhajlott nyalábokat, hiszen könnyű belátni, hogy nem csupán ez a néhány első, másodrendű maximum keletkezik, hanem nagyon nagy szög alatt elhajlott nyalábok is ugye föllépnek, ezek a finom részletekre hordozzák az információt. Azonban ezeket nem tudjuk leképezni, hiszen nincsen olyan módszerünk arra, hogy az összes ilyen elhajlott nyalábot össze tudjuk gyűjteni a rendszerünkben, tehát az, hogy képet alkossunk egyáltalán, annak a feltétele, az elsődleges feltétele, hogy legalább az első rendű maximumot össze tudjuk gyűjteni. Az üzenet ebből az, hogy valamilyen korlátja van annak, hogy milyen részletességgel tudjuk leképezni ezt a tárgyat. Tehát más szóval, hogy a kép, amit létrehozunk a tárgyról, az mennyire finom részleteit fogja tudni tükrözni ennek a mintának. A következmény az az, hogy egy matematikai pontszerű objektumról, tehát egy infinitezimálisan parányi kis fénypontról alkotott kép, annak a képe az egy elkent maszat lesz, elkent folt lesz, és a mi térben ugye kiterjed. És innentől kezdve a feloldó képesség problémájával kell megküzdenünk, tudnélik, hogyha olyan közel van egymáshoz két pont, hogy a képük átfedésbe kerül egymással, akkor őket nem fogjuk tudni elkülöníteni egymástól. Tehát itt van ez az átfedés, azonban azt látszik, hogy valójában eredetileg két tárgypontunk alkotta ezt a két képpontot, mivel azonban átfedésben vannak, mi sem sejtünk arra, hogy valóságban ott kettő, vagy esetleg éppen több pont helyezkedik el. Ezt egyébként matematikailag egy Ernst Abbé öntötte formulába, és az az érdekes az egészben, hogy ezt ugye 1800-as évek végén ezt ő megfogalmazta, és alig néhány évvel később, ugye a kiváló mikroszkóp gyártók, hiszen annak idején üzemekben a Zeiss-nél dolgozott maga Ernst Abbé is, alig néhány évvel később a kor technológiája el is érte ezt a feloldó képességet. Tehát olyan mikroszkópokat tudtak építeni, amelyeknek a felbontása elérte ezt a feloldási határt. Ez nagyjából számszerűleg ez azt jelenti, hogy ugye látjuk azt, hogy a fény hullámhossza szerepel ebben, tehát a látható fény hullámhossza, aznak a legrövidebb hullámhossza az nagyjából 400 nanométer, tehát van itt egy feltétel, ez pedig ugye az úgynevezett numerikus apertúra, vagyis azt fejezi ki, hogy az optikai rendszerem az mennyi, milyen látószögben tudja összegyűjteni a fényt. Tehát nagyjából egy néhány száz nanométeres feloldó képességet tett lehetővé. Azonban addigra már lehetett tudni, hogy az atomok, molekulák azok jóval kisebb méretűek, tehát elveszítettük azt a reményt, hogy fénymikroszkóppal mondjuk molekulákat lássunk egyáltalán. És innentől kezdve a fénymikroszkópja tulajdonképpen 100 éven át szinte alig fejlődött, és mégis az előadásom címe az, hogy modern fénymikroszkópiák, mégis ugye izgalmas utóbbi években szinte forradalmak zajlanak a fénymikroszkópiában. Ennek az oka az az, hogy van egy további kölcsönhatása a fénynek az anyaggal, én mégpedig az, hogy a fény, amikor kölcsönhat, megvilágítunk egy tárgyat, egy molekulát vagy egy atomot, akkor annak az energia tartalmát is meg tudja változtatni. Ugye fény az energiát hordoz, tehát hozzájárul egy atomnak, molekulának a saját energiájához. Ez röviden annyit jelent, atomokról nyilván hallottak, a fiatalok is hallottak, igaz? Tehát ez azt jelenti, hogy gerjesztett állapotba hozzuk ezt az atomi vagy molekuláris rendszert, amely elnyeli ezt az energiát, ugye elektronjai magasabb energiaszintre kerülnek, és onnan visszatérve képesek kibocsátani ezt a fényt, egy fényemisszió, fénykibocsátás történik. Egy atom esetében ez aránylag egyszerű,
ez a kibocsátott fény, ez monokromatikus, tehát nagyon szigorúan egy színű, azonban egy molekula esetében, hogy a molekulának számos egyéb tulajdonsága van, az energiáját nem csupán az elektron szerkezete határozza meg, hanem érdekes dolgokat végez egy molekula, hogy vibrál, tehát vibrációs mozgásokat, a kötései mentén ilyen vibrációt végez, másrészt pedig egy rotációt is végez. Ezek mind-mind különböző energiákat, energiaszinteket tudunk rendelni ezek a molekulákhoz. Na most innentől az következik, hogyha elnyel egy ilyen molekula energiát, akkor gerjesztett állapotba kerül, és onnan hát egy része hőformájában ennek az energiának, extra energiának disszipálódik, szétsugárzódik, azonban egy része fényként, látható fényként kerül kibocsátásra. És ez a lumineszencia, vagy pedig, hogyha ezt fénnyel történt ez a gerjesztés, akkor ugye fluoreszenciának nevezzük. Na most erre egy kiváló példa, mondjuk egy biológia esetében, számos trükköt a maga biológia is produkál, abból a célból, hogy egy speciális fluoreszkáló molekulákat léteznek, fluoreszkáló fehérjék léteznek, és ezeket bele lehet vinni nagyon érdekes molekulás biológiai trükkökkel magába az élő szervezetbe, abból a célból, hogy akár tudjuk követni az élő sejt, vagy élő szervezet belsejében az adott típusú molekulának az útvonalát, vagy éppen az ő keletkezését, vagy éppen eltűnését. Hát így született egy néhány évvel ezelőtt úgynevezett zöld egér, ami attól zöld, hogy úgynevezett zöld fluoreszcens fehérjét fejez ki az összes sejtje. Tehát ez egy ultraiból, pontosabban egy kék színű fénybe helyezve ezt a zöld egeret, ezzel zöld színben fluoreszkál. Most a fluoreszencia az mindenütt megtalálható a természetben, hát például ugye hangulatfényként is használják ugye a diszkókban, vagy éppenséggel, hogy a pénznek a hát eredetiségét is, ugye, vagy az, hogy a pénzverdében készült ez a pénznek a nyomása, az ugye egy fluoreszkáló csíkkal történik ennek a detektálása. Aztán léteznek egyéb gerjesztési mechanizmusok miatt egyéb típusú lumineszenciás jelenségek is. Ilyen például a radiolumineszencia, maga a sarki fény és egy lumineszcens folyamat. Aztán maga a biológiai rendszerek is, ugye kémiai folyamatokból nyert energiával kerülhetnek gerjesztett állapotba, és a fényt azt pedig látható formában bocsátják ki, ezt nevezzük biolumineszenciának. Nagyon sokféle organizmus képes ilyen biolumineszenciára, ez ugye a planktonok például egészen megfestik az óceánt, aztán ugye bizonyos gombák képesek erre, és a Szent János bogár ugye párzási időszakban, tavasz, most májusban lesz majd, ugye ez hát éjszakánként ilyen villogó, mint egy stroboszkóp hatásszerűen élmény nyújt az, amikor röptük közben kibe kapcsolják ezt a biolumineszcens folyamatot. És ami minket érdekel az az, hogy mikroszkópi körülmények között is lehet használni lumineszenciát, fluoreszenciát, világításra tudunk bírni bizonyos speciális molekulákat, festékmolekulákat, abból a célból, hogy bizonyos típusú molekuláknak a helyzetét, sőt, adott esetben reményeink szerint akár a mozgásukat is követni tudjuk az élősejt belsejében, lehetőleg élősejt belsejében. És ide kapcsolódik egy nagyon izgalmas felfedezés, utóbbi évek felfedezése, amiért tavaly évben paradox módon nem fizikai, hanem kémiai Nobel-díjban részesítették a szuperfelbontású mikroszkópiát, és ezen belül ez egy nagyon fontos komponens ennek a fluoreszencia jelensége, amely azt teszi lehetővé, hogy akár egyedi molekulákat tudjuk vizualizálni a sejt belsejében. Hát most időzünk egy picit azon, hogy hogyan is lehet ezt a mikroszkópikus fénymikroszkópiát alkalmazni, most már ennyire kisebb hát részletek felfedezése céljából. Amit itt látunk, az egy izom szövet. Úgy gondoljuk, hogy az izom működés hátterében egy ilyen nagyon izgalmas fehérre filamentumok egymás menti csúszása áll, az aktin filamentumnak és a miozin filamentumnak egymáshoz képes történő elcsúszása, amelyet egy molekuláris kölcsönhatás katalizál, vagy mozdít elő, nevezetesen, hogy ez a miozin molekulának ez a fej része, ez rácsimpaszkodik az aktinra, és húz rajta egyet. És ezt ilyen ciklikusan teszi, és ez végső soron ez hat oda, hogy összehúzódik az izom.
Na most lehet ezt, láthatóvá lehet tenni azt, hogy valóban mondjuk egyedi aktin filamentumok például képesek mozogni egy ilyen miozin által borított felületen. Amit mi itt csináltunk, az a következő, megjelöltük fluoreszcensen az aktin filamentumokat, és a felületre miozin molekulákat helyeztünk el, vagyis kvázi ennek a miozin filamentumot kicseréltük egy szubsztrátra, és a biológiai energiának a készpénzét, az ATP, adenozin trifoszfátot tettük az a rendszerhez, és elkezdtek mozogni a felületen, párhuzamosan adott sebességgel ezek az aktin filamentumok. Tehát amit itt látunk, a biológiai mozgásnak egy molekuláris manifestációja, tehát azt lehet mondani, hogy szinte az életnek egy molekuláris manifestációt látjuk. Ez egy valós idejű felvétel, tehát ilyen sebességgel történik ez a kölcsönhatás. Menjünk egy picit tovább. Lehet-e, mondjuk egy filamentum az nem egyedi molekula, hanem molekulák sorozatából áll, és ez úgy lehetett elképzelni ezt a felvételt, mintha éjszakában látunk egy kivilágított vonatot, ami kiszűrődik ugye az ablakukból, minden ablakból a fény, és ezeket a fénypontoknak ugye csíkot húznak, ezt láttuk tova haladni. Azonban molekulákat egyenként is láthatóvá lehet tenni. Amit itt látunk, ez egy enzim molekula, ez egy foszforglicerát kináz enzim molekula, fluoreszcens festéken meg lettek jelölve, és egy-egy pötty ezen a felületen egy-egy ilyen molekulának felel meg. Na de honnan tudjuk, hogy ezek egyedi molekulák? Ha időben követjük, ezt egy mikroszkópos, tehát videófelvételen követjük ezeket a foltokat, akkor azt látjuk, hogy elhalványul az egész kép. Ezt nevezik úgy, hogy fotokifehéredés, amely mindenütt jelen van, hogyha azt úgy tudjuk megállapítani, hogy például, hogy mikor voltak a országgyűlési választások, hogy megnézzük, hogy mennyire fakultak ugye a választási plakátok. Ez is a fotokifehéredésnek a jelensége. Amit itt látunk, hogyha egy egyenes mentén követjük ezeket a fényességi, tehát a különböző fényességi pontokat, akkor azt látjuk, hogy addig, amíg egy ilyen folyamatos elhaványulást látunk a teljes videófelvételen, addig a pontok egyenként égnek ki. Tehát folyamatos az intenzitásuk egy adott ideig, aztán egyszer csak eltűnik, egy lépésszerűen tűnik el a fényességük. Ez azt jelenti, ilyenkor egy irreverzibilis kémiai változáson mennek át, nem lesznek képesek tovább fluoreszkálni. Ha ezt egyenként teszik meg, annak a bizonyítékaként fogadjuk el, hogy az egy egyetlen molekula volt. Lehet-e élőben nézni a fluoreszenciát? Eddig elég mesterséges körülmények között követtük a mikroszkópiával ezeket a molekulákat. Ez egy különleges mikroszkópia, ugyancsak az elmúlt néhány év fejlesztése, ez a multifoton mikroszkópia. Multifoton fluoreszencia mikroszkópia. Mi is történik? Amikor ugye fluoreszenciára bírunk egy festékmolekulát, akkor fotonokat közlünk vele. Elnyeli a foton energiát. Pontosan akkor energiát kell közölnünk a rendszerrel, amely éppen ugye kvantum átmenetet hoz létre, vagyis egy adott energiaszintről, egy magasabb energiaszintre billenti ezt a molekulás rendszert. Azonban megtehetjük azt, bármilyen hihetetlennek tűnik, hogy egyszerre két fotont küldünk egymás után, ilyenkor természetesen nem az történik, hogy egy köztes kvantumállapotra helyezkedik el a rendszer, ilyen nem létezik, ezt kizárja a kvantummechanika, hanem az történik, hogyha a gerjesztési időskálán, vagy ami ugye femtoszekundumos, 10^-15 szekundumon zajlanak ezek a folyamatok elképesztő gyorsasággal, ha ilyen gyorsan küldünk egymás után fotonokat, akkor két fotonnak az energiája összeadódik, tehát meg tudjuk azt tenni, hogy kis energiájú, hosszú hullámhosszú fotonnal hozunk létre ilyen gerjesztést, és utána az majd visszabillen lecsorog, elveszít az energiát és kibocsátja a fényt. Más szóval, bármilyen hihetetlen, infravörös fotonokkal, tehát hosszú hullámhosszú, kis energiájú fotonokkal tudunk létrehozni fluoreszencia jelenséget. Tehát hosszú hullámhosszú fotonokat gerjesztünk, és látható fotonokat fogunk kapni. Még egy fontos feltétele van ennek, hogy a foton áramsűrűség nagynak kell lenni, és ez csak a fénymikroszkópia fókuszpontjában teljesül ez a feltétel. Tehát itt alig látható, ez egy két foton mikroszkópia oldalnézetben, ez egy hagyományos fluoreszencia mikroszkópia. Itt látjuk, hogy az egész minta mentén, vastagsága mentén jön létre a fluoreszencia jelensége, ezzel szemben
kétfoton vagy multifoton mikroszkópi esetén csak a fókuszpont van, itt nem is lehet látni ezt a picike pontot, csak a nagyított felvételen. Infravörös sugárzást, azt nagyon mélyen bele tudunk sugározni az élő szövetbe, akár milliméterekre, vagy hát milliméterekre be tudunk sugározni. Ennek segítségével például agykéregből egész mélyen föl tudjuk térképezni az agykéreget mélységében ezeken agykéregi piramis sejtet. Vagy itt a jobb oldali videón az látszik, hogy egy élő vesekéreg, tehát ez úgy kell elképzelni a kísérletet, hogy a mikroszkóp tárgyasztalán fekszik a patkány, egy vágást ejtettünk a hátoldalon, altatásban van, tehát élő a patkány, altatásban van, kibudjantjuk a veséjét a bőrén keresztül, és a vesekéregbe sugározzuk bele az infravörös nyalábot. És belemászunk a kéregbe mélyen, belefókuszálunk, aztán visszajövünk. Jó? Tehát ezt az utat járjuk itt be. Amit itt látunk, ennek a vesejnek a szerkezetét látjuk, vese tubulusokat, ezek a primér vizelet, amit először megtermel ez a vese, és amit itt látunk, ezek a vese kapillárisokban áramló vér. De itt nem a vörösvér sejtek a pirosak, hanem meg lett festve a vérplazma, ilyen speciális festékkel, és ami elsuhan, azok a kis fekete elsuhanó csíkok, azok úgy keletkeznek, hogyha egy-egy vörösvér sejt elsuhan a fókuszpont előtt, az ugye kitakarja ezt a fluoreszenciát, és tulajdonképpen ennek a vörösvér vérnek, a vérsejteknek az áramlási sebességét tudjuk megmérni ebből, ott abban a kapillárisban. Aztán ugye már fölcsigáztam az érdeklődést a tavalyi Nobel-díja kapcsolatban. A fluoreszencia jelenségét használjuk fel a szuperrezolúciós mikroszkópban. Nagyon egyszerű dologról van szó valójában, ha belegondolunk, hiszen arról van szó, hogy a feloldási problémánk az a következőből adódik. Ha két tárgypont egymáshoz képest hullámhosszon belül van, olyan egyszerűen fogalmazva, akkor nem tudjuk őket elküldni egymástól mindaddig, amíg ők világítanak. Ha azonban megtehetjük azt, hogy tudjuk, hogyha ki tudjuk kapcsolni az egyiket, és biztosak vagyunk abban, hogy csak egyetlen tárgypont van ott, tehát egyetlen fényfoltot látunk, akkor ennek a pozícióját azt viszont nagyon pontosan meg tudjuk mérni. Ehhez arra van szükség, hogy biztosak legyünk abban, hogy tényleg csak egyetlen molekula világít abban a helyben. Utána kikapcsoljuk ezt a világító molekulát, és bekapcsoljuk a másikat. Tehát van egy kémiai, egy fotokémiai folyamat ennek a feltétele természetesen. Kellenek olyan molekulák, amelyeket kivel lehet kapcsolni, de mindaddig, amíg ezt meg tudjuk tenni, akkor tulajdonképpen a pozíció meghatározási problémává alakítottuk át a feloldási problémát. És hogyha elég sok fotont össze tudunk gyűjteni egy ilyen fénypontról, akkor erre rá tudunk illeszteni egy normál görbét, egy Gauss görbét, és ennek a pozíciónak, a középpontjának a meghatározását, a pontosságát, azt valójában a fotonszám fogja meghatározni, vagyis hogy milyen sok fotont tudtunk adott időt összegyűjteni. És ezt viszont akár néhány nanométeres pontossággal meg tudjuk tenni, vagyis nagyjából százszorosára megnöveltük a fénymikroszkóp feloldó képességét. Itt látható egy olyan videó, amelyen egy fénygyűjtésnek a folyamata látható. Itt látunk egy progresszív folyamatot, amit fölvillant az elején, az egy standard fluoreszencia mikroszkópos felvétel volt, és egyre máshogy elkezdjük gyűjteni a fotonokat. Tehát egy hosszas folyamat, van egy bekapcsolási fázis, aztán egy kiégetési fázis, és ezt egy iteratív módon, egymás követő módon tesszük meg, és a végén ki fog rajzolódni egy olyan kép, amelyet mi már szemünkkel nem látunk, ezt a számítógép jeleníti meg számunkra, amelyen minden egyes fénypont az egy koordináta, egy kétdimenziós koordináta rendszerben egy adott precizitással megjelenített pont. Ebből tehát olyan finom részleteket tudunk föltárni, mint az élő sejt. Hát egyelőre élő sejten ezeket még nehéz elvégezni, inkább fixált sejtnek a belsejéből egy igazán nagy felbontású mikroszkópos felvétel. És végezetül nem csak képet lehet alkotni a fénymikroszkóppal, hanem ugye manipulálni is lehet tárgyakat. Ugye, mint a Star Trek dokumentumfilmben is már lehetett látni, hogy fénnyel akár űrhajókat is dokkolni lehet, nem?
Természetesen tudjuk, hogy nem dokumentumfilm, és ez a képzeletnek, ugye a fantáziának a szüleménye, de mégis, tehát makroszkopikus tárgyakat nem tudunk fénnyel ide-oda helyezni, azonban mikroszkopikus tárgyakat meg lehet ragadni és meg lehet fogni. Itt arról van szó, hogy egy ugye fénytörő hát mikroszkopikus részecskére erők hatnak. Az előző adásban hallhattuk azt is, hogy a Kepler űrtávcsőre is ugye a fénynyomás hat. Ott adott esetben ugye egy makroszkopikus tárgyra hat a fénynyomás, és ki tudja billenteni az orientációjából, de nekünk arra van szükségünk, hogy meg tudjuk ragadni, és ide-oda tudjuk helyezni az adott tárgyat. Tehát itt legalább két erőre van szükségünk, van a fénynyomás, ez a szórási erő, és van egy fénytörésből származó, egy ezzel ellentétes irányú erő, és egy gömbszerű objektum esetében egy olyan erő egyensúly alakul ki, amelynek az eredménye az, nagyon leegyszerűsítve ezt a jelenséget, mintha egy gödörbe pottyanna bele ez a gömb. És innen, hogyha ahhoz, hogy ki tudjuk billenteni ebből az egyensúlyi helyzetéből, erőre van szükség. Ez az állapot, ez a lézercsipesz. Itt látható egy olyan videó, melyben egy ilyen ide-oda, egy viszkózus közegben, egy vizes közegben ilyen műanyag gyöngyöket, 3 mikrométer átmérő gyöngyöket folynak ide-oda, és annak ellenére, hogy van egy ilyen ugye surlódási erő, ennek ellenére fény segítségével ezt a gyöngyöt rögzítve tudjuk tartani. A jelentőség ennek az, hogy ez egy olyan fogantyú, amelynek nincsen nyele. Ugye? Tehát XYZ koordináta mentén definiáljuk ezt a lézercsipeszt, és az, hogy nincsen nyele egy fogantyúnak, az egy nagyon izgalmas dolog. Ugye nekünk is van egy fogantyúk, ezt úgy hívjuk, hogy kéz, és ennek van egy nyele, amit úgy hívunk, hogy kar. Tehát ez egy érdekes geometriai körben, hiszen nem tudunk úgy manipulálni objektumokat, tehát nem tudjuk keresztezni ezt a két fogantyút egymással. Ezen eleme egy lézercsipeszt lehet, két lézercsipeszt egymás előtt keresztezni lehet, aminek az az eredménye, hogy például egy mikroszkópikus, egy 7 nanométer átmérőjű aktin filamentumra bütyköt lehet kötni, anélkül, hogy elengednénk a két végét ennek a fonálnak. Ugyanezt meg lehet tenni egy DNS, egyetlen DNS szállal. Azért látjuk ezt a filamentumot, mert fluoreszkál, nyilván ezt csak emiatt látjuk, ugyanúgy a DNS-t is. Amit itt látunk, az, hogy kötjük a bütyköt az aktin filamentumra, feszítjük, azt látjuk, hogy ott szakad el, ahol ez a bütyköt ugye ráfeszítettük. Ez azért van, mert arra a gyenge, másodlagos kémiai kötőerők tartják össze ezt a filamentumot. A DNS ezzel szemben az egy kovalens kötésekkel egybetartott polimerlánc, egy kicsit máshogyan fog viselkedni. Ha feszítjük ezt a hurkot, feszítjük, és nem szakad el, nem tudunk a lézercsipesszel akkor erőt kifejteni, hogy elszakadjon, sőt, mint hogy el kelljük visszaengedni, akkor arra lehetünk figyelmesek, hogy ez a DNS molekula elkezdi kibütykölni önmagát. Tehát olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely hát nem engedi meg azt, hogy bütyökkötés történjen rajta. És ez nagyon fontos, az élő sejt magjába, nagyjából 1-2 mikrométer átmérőjű gömb alakú térrészbe, a mi testünkben 2 méternyi DNS van. 2 méternyi DNS. Most gondoljuk bele, ugye mindenkinek van itt valamilyen MP3 lejátszója, ugye a ilyen füldugó végén van egy hosszú zsinór, ha ezt beletesszük a zsebünk vagy a táskába, egy biztos, ha legközelebb onnan kivesszük, bütyök keletkezett rajta, igaz? És képzeljük el, hogy egy 2 méternyi hosszúságú molekula fonalat egy 2 mikrométer átmérő térző belecsomagolva, hát óhatatlanul, ha olyan anyagból készülne a DNS, mint amilyenből ugye ez a MPRM lejátszónak a vezetéke, akkor biztos, hogy bütyök képződött volna rajta. És végezetül, hát mire jó még természetesen lézercsipesz, ugye mi magunk is csinálunk ilyeneket, meg is lehet kvantitatív méréseket tudunk végezni általa, itt egy kettőszálú DNS molekulának a feszítéséből származó erőmérés látjuk. Látjuk, hogy pikonewtonos 10-12 newton erőket tudunk mérni. Itt egy nullától itt 80 pikonewtoni terület az erőskála. Itt látjuk a DNS. A DNS magát itt nem látjuk, mert nem fluoreszkál, azonban láthatjuk, hogy egy ilyen rugalmas, elasztikus csatolás van a két mikrogyöngy között, tehát ott feszül a DNS, és abból, hogy mennyire térült ki ez az egyensúlyi helyzetéből ez a mikrogyöngy, meg tudjuk mérni
bizonyos kalibrációk után meg tudjuk mérni, hogy mekkora erő érte ezt a DNS molekulát. És amit itt látunk, az egy rugalmas erőgörbé a DNS-nek. Tehát, hogy feszítjük a molekulát, azt látjuk, hogy egy ilyen, hát nem úgy viselkedik, mint egy szokásos merev test, amelyre ugye egy lineáris összefüggést várunk az erő és a megnyúlás között, hanem egy ilyen nagyon nem lineáris erőválaszt látunk. Ilyeneket produkálnak a polimerláncok, de az érdekes az, hogy aztán utána egy adott erőt elérve megnyúlik, túlnyúlik a DNS. Tehát hogy tudjuk megmagyarázni ezt? Ugye azt látjuk, hogy az elején hát úgy tűnik, mintha egy ilyen hajtogatott pántokból álló lenne ez a polimerlánc, és ez az oka ennek a nem lineáris erőválasznak. Ezt nevezik úgy, hogy ennek a rendezetlenségéből származik ez a rugalmasság, ezt nevezik entropikus rugalmasságnak. Aztán egy rugószerű, egy ilyen hook típusú rugószerű rugalmasságot látunk, viselkedést látunk, ezt nevezik entropikus tartománynak. És az érdekes, az itt következik, hogy 65 pikonewtonnál azt a DNS-t, amely kettős helix, ez egyszerűen, nagyon egyszerűen leegyszerűsítve a jelenséget, ki tudjuk tekerni, egy létrává tekerjük ki. Tehát van egy extra megnyúlásunk, nagyjából majdnem kétszeresére túl tudjuk nyújtani ezt a DNS molekulát. Hát miért érdekes ez? Most azon túl, hogy ilyet látványos egy ilyen kísérlet. Úgy gondoljuk, az élősejt belsejében ugye a DNS kódolja a biológiai információt, akkor, amikor azt le kell olvasni a megfelelő molekuláknak, szét kell tudni, legalább ott lokálisan szét kell tudni tekerni, szét kell tudni választani ezt a kettős helixet egymástól, és úgy tűnik, jelen tudásunk most arra mutat, hogy ezek a molekulák, ezek úgynevezett mechanikus enzimek, tehát erőt tudnak kifejteni, úgyhogy számos ilyen molekula működik az élő sejt belsejében. Hát ezzel az előadással talán rá tudtam világítani arra, hogy ugyan azt gondolhatták volna, akik még nem néztek bele a mikroszkópba, de még azok is, akik belenéztek már a fénymikroszkópba, ja, hát ez egy unalmas valami, 100 éve már lezárult a fejlődése, de talán az előadás rámutatott arra, hogy ez nem egészen így van, hanem rendkívül érdekes, rendkívül izgalmas dolgokat lehet a fénymikroszkóp segítségével látni, de akár manipulálni is lehet ugye, a molekulákat. És köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen az izgalmas előadást. Látjuk, hogy most már csillagoktól eljutottunk a molekulákig, már csak az atomokig kell, de már ott is voltunk. Kinek van kérdése? Bátortalanok a hallgatók. Akkor addig én kérdezek, amíg esetleg egyet kérdezhetek, hogy rákos sejteket is, akkor ezek szerint ezzel a fluoreszens módszerrel lehetne látni, vagy lehet látni? És hát minden további nélkül lehet természetesen rákos sejteket. Az, hogy rákos-e a sejt vagy sem, azt más módszerrel tudjuk detektálni, azt nem az optikával. Aha. Nyilván az specifikus ugye, jelölő anyagokat. És az alkalmazás terén most hogy állunk? Tehát ez most még nagyon friss, ugye? Ez a módszer. Mennyire terjedt el már? Hát a szuperrezolúciós mikroszkópia az meglehetősen új, elképesztő lendülettel fejlődik ez. Én azt gondolom, hogy a jövőben nem annyira a standard mikroszkópot fognak vásárolni az egyetemek, hanem szuperrezolúciós mikroszkópokat, egy picit drágább persze, de... Értem. Tehát hazánkban már, de orvosi vizsgálatoknál még nem minden. Rutinban még nem. Még nem, aha. Néhány ilyen mikroszkópnál van a Magyarországon. Értem. Köszönöm. Hogyha... Itt van egy bátor fiatalember. Ja, bocs! Ahogy azt a képen látszik, a 60 pár pikonewtonnál, hogy szétválasztjuk a DNS molekula, ez segít minket abban, hogy jobban megértsük még jobban a DNS-nek a működését, mi miért felelős, vagy ilyen kutatások még nem indultak. De ezek abszolút zajlanak, ezek a kutatások, ezek szert a világon, nem túl sok helyen, azért ilyen lézercsip, erőmérő lézercsip, ez az mondjuk Magyarország úgy tudom, csak nálunk van az intézetben, de néhány tucatnyi helyen van a világban. Ezekkel olyat is lehet elvégezni, tehát ugye ezek, maga a lézercsip az arra jó, hogy parányi erőket tudunk mérni. Akár egy megfeszített DNS-en, akár magát azt is meg tudjuk nézni, hogy enzim, például egy RNS polimeráz, hogy leolvassa a DNS-nek a kódját, hogy ez milyen erő ellenében képes kifejteni. Tehát az, hogy egyáltalán úgy gondolkodunk azokról a molekulákról, amelyek
kölcsönhatásban vannak a DNS-sel, hogy azok mechanikus molekulák, tehát mechanoenzimek, vagyis kémiai energiát közvetlenül mechanikai munkává képesek alakítani, az ilyen típusú kísérletekből született. Ezek a felfedezések. Tehát ebben van igazán a jelentőség a lézercsipesznek és az ilyen kísérleteknek. Köszönöm a kérdést.